And so I'm going to tell you a whole lot more about heaven, but first, szóval sokkal többet fogok még nektek mondani a mennyről. The Father said, you will invite heaven. De azt mondta nekem egyszer az Atya, hogy bármikor, amikor beszélni fogsz, meg fogod hívni ide a mennyet. We're already there. Már ott vagyunk most is, de azt akarjuk, hogy meghívottak legyünk. És amikor egy olyan atmoszférát teremtesz, ami hívogatja, csalogatja őket, egyszerűen nem bírnak ellenállni, és el is jönnek. And by the way, the other guys don't want to be assigned. Meg kell azt is jegyezni, hogy az ördögnek a démonai nem szeretik, amikor azt a kijelölést vagy azt a missziót kapják, hogy egy ilyen helyre kell jönniük, ahol imádják az Urat. Mert amikor a démonok visszamennek, és el kell számolniuk, hogy milyen munkát végeztek, és kiderült, hogy nem jártak sikerrel, akkor megbüntetik őket. Isten mindig megjutalmazza az angyalait, az ellenség pedig megbüntetik. Az övéit, és nem akarják, hogy megbüntessék őket, tehát sokszor könyörögnek, csak hogy oda nem lehessek. Reméljük, hogy ez a hely is ilyen, könyörögnek a démonok, hogy ide ne jöhessenek. Rakjátok fel ezt a képet. Egy olyan képet fogok felrakni, ami a bejárata a mennynek. Tudod, én nem csak beszélni akarok a mennyről, meg is akarom neked mutatni, amit én lerajzoltam, amit láttam. Szeretnétek jobban inkább látni, mint hallani, nem? Mert ez a hely valósággal létezik a mennyben, ez ott van a mennyben. Az a neve, hogy a bejárata a mennynek. Igazából nagyon szeretem ezt az igét megmutatni, hiszen erről van ige is, méghozzá a zsidókhoz írt levél 12. rész első verse. Nagyon sok olyan dolog, amit láttam a mennyben, például van Vidám Park a mennyben, vannak hatalmas nagy olyan dolgok, mint a Vidám Parkban, ahol lehet játszani, vannak szórakoztató termek, mindenféle nagy épületek, hegyek és völgyek. Erről nem tudok igét mutatni kifejezetten. De erről tudok. Az ige pedig az, hogy a tanúbizonyságok nagy fellegei vesznek körül bennünket. Mit jelent ez? Hogyha megnézzük az eredeti fordításban, ez azt jelenti, hogy ezek itt vannak. Látnak bennünket, és hallanak bennünket, tehát valamiről tanúbizonyságot tesznek, így van? Tehát ezek azok, akik már előttünk eltávoztak, ez azt jelenti, hogy ők ott vannak most fönt a mennyben. És figyelnek téged. Szóval vigyázz arra, hogy mikor mit teszel, mert igenis figyelnek onnan fentről. És hogyha valami bűn van az életedben, azt nem akarják látni, de mégis látják. Szabadulj meg minden olyan nehézségtől és tehertől, ami az utadban van. Mert ez megakadályoz téged abban, hogy eléred a célodat, mert ők már terveket szövögetnek, hogy milyen ajándékokat készítsenek neked addigra, mire oda fogsz menni. Szóval nagyon sokan, akik ott vannak a mennyben, én találkoztam ilyen emberekkel. Gyönyörű bejárata van a mennynek, tehát én nagyon szeretem az építészetet, és mind ezek az ajtók, az összes ajtó a mennyben, amit ajtónak lehet nevezni, az boltíves. És én nagyon szeretem az ilyen boltíves dolgokat, szeretem a fotózást is, és nagyon szeretem az építészetet, de különösen a boltíves építészetet. És most igazából nagyon-nagyon szeretem. Tudjátok, miért teremtett boltívet az Úr? Mivel különböző méretűek az angyalok, és hogyha jön egy olyan hatalmas angyal, aki 1,80 méter, akkor kicsit le kellene hajolnia, hogy átmehessen az ajtón, hogyha nem boltíves lenne. És hogyha mindegyik, tehát az ajtó ilyen szögletes lenne, le kellene hajolni. Szóval mindennek olyan egyszerű magyarázata van. Szóval az Úr mondta is nekem, és láttam is, hogy a mennyben minden egyes ajtó boltíves. És az angyalok meg nem kell lehajolniuk. Hát nem csodálatos ez? És vannak olyan ajtók, amik 15 méteresek, és vannak olyan angyalok, akik még ennél is magasabbak és hatalmasabbak. De innen jön a mi védelmünk, a mennyből jön, és a mi atyánk teremtette őket.
Nagyon sok ilyen teremtménye van ott fent a mennyben, és gyönyörű, gyönyörű szép. Az egész ajtó, pontosan nem tudom megmondani méretét, lehet, hogy sokkal nagyobb 15 méternél is, de gyönyörű szép boltíves az egész, és két nagy oszlop van a két oldalán. A mennyben minden egyes épület hatalmas nagy, és van egy, úgy néz ki, mint egy hatalmas nagy lépcső, egy nagy lépcsőzet. Gyönyörű szép lépcsők vannak. Szóval bejössz ezen a gyönyörű szép ajtón, és átmész, ezen igazából nem tudom, hogy mekkora, lehet, hogy 20-30 méteres van, minden akkora hatalmas, nagy és masszív, és gyönyörű szép lépcsőkön fölmész. Látod azt, hogy van egy olyan, mint egy erkély a bejárata a mennynek, és bárki, aki gondol éppen a szeretteire, bárkire, akire gondol, azt megnézheti, tehát oda mehet a bejárathoz, és lenézhet, és annyira közel van a menny bejárata hozzánk, mint hogyha fölnéznél, és ahogy a plafon van, ennyire közel vannak hozzánk. Most is pont épp itt vannak, látom őket. Egyetlen egyszer sem hagyták ki egy baba születését, egy esküvőt, semmilyen jelentőség teljes napot nem hagytak ki, hogy meg ne nézték volna, ami az életedben történt. És bármi, amit elértél ezen a földön, hogyha valamilyen jutalmat kaptál, vagy hogyha imádkoztál valakiért, a betegekért is azok meggyógyultak, vagy valakiért is az megtért, mindig ott voltak. Soha nem hagyták volna ki, amikor egy családtag befogadta Jézust a szívében. Nem csodálatos ez? Szóval úgy gondoljuk, hogy ó, hát ők, akik már eltávoztak az élők soraiból, fogalmuk sincs arról, hogy mi történik. Hagy mondjam el nektek, mindent tudnak, pontosan tudják. De leginkább azt tudják, hogy mi az, amire készül az Úr, és mit fog tenni ebben az idő most itt a földön. És hogyha bárki, aki a családtagjai közül vissza tudna jönni, csak egyetlen egy oka lenne arra, hogy visszajöjjön. És az pedig az, hogy részévé válhasson annak, amit veled fog tenni az Úr. Szóval azt mondta az Atya, bárhol, bármikor, amikor beszélni fogsz, meg fogok bizonyosodni afelől, hogy egy nyitott menny van a fejed fölött, és ott van ez a portal angolul, tehát a menny bejárata rögtön, hogyha felnézel, ott van a fejetek fölött. És mindenki jelen van, az összes barátod, az összes családtagod, itt van most per pillanat, és itt lenéznek most, mint egy erkéről, és nézik az alkalmat, és itt vannak jelen. És itt vannak most ebben az épületben. Több ezren itt vannak most, és figyelnek a mennyből. Szóval bárki, akit ismertél, aki a mennyben van, legyen az családtag, legyen az valamilyen szeretted, barát, akárki. Soha nem fogják kihagyni ezt a lehetőséget, hogy figyeljenek téged, mert nekik ez sokkal izgalmasabb, mint neked. Dicsőség Istennek. Szóval, köszöntsük most a mennyet, nézzünk föl, és mondjuk, Atyám, köszöntünk téged, Jézus, a mi királyunk és Urunk, a mi szerelmesünk. Köszöntünk téged, Szent Szellem Isten, az én legjobb barátom, köszöntünk és üdvözlünk téged itt. Az összes angyali sereg, akik itt vannak most jelen ebben a teremben, és akik onnan fentről néznek. Köszöntünk titeket is. És az összes családtagjaink és barátaink, akik most a mennyben élnek és lakoznak, titeket is üdvözlünk közöttünk. Nézzetek most föl, és integessetek nekik. Hello! Woo! Szia, apa! Leülhettek most. Mondtam nektek, hogy ez egy teljesen más alkalom lesz, mint a szokványos. Nagyon sok jelentést kaptatok már ez alatt, a pár perc alatt is, nem így van? De még ez semmi ahhoz képest, ami vár rátok.
Ez még csak a kezdet. Szóval emeljétek föl a kezeteket, akik nem ismertek egyáltalán engem, és nem hallottatok még engem. Azon kívül, hogy látjátok a rózsaszín hajamat, akkor imádkozni fogunk értetek. Segíts nekik, Istenem! De igazából nem azért lett rózsaszín a hajam, mert csak úgy magától azzá vált, hanem imádkoztunk, és az Úr mondta. Azt mondta nekem az Úr, hogy egyetlen egy személyt sem akarok kihagyni, azt akarom, hogy minden egyes személy elfogadott legyen és megérintve legyen. És tudod, Isten ezt okozza, még akkor is, hogyha meg kell változtatnod az időpontjaidat, és fel kell borítanod a teljes terveidet, én kihirdetem, hogy nem fogsz kihagyni egyetlen egy lehetőségét sem, annak, hogy a mennyről kapjál kijelentést. Nem fogod kihagyni, amit te, Uram, szántál az ő számukra, és hogy megtudják azt, hogy kicsodák ők te benned, és te mit cselekedtél az ő életükért. És hogy ők a te képmásodra lettek megalkotva. Szóval, szeretném, ha tudnád, hogy nem véletlenül vagy itt, és akik szerettek volna eljönni, de mégse jöttek el, semmi gond, mert akiknek itt kellett lenniük, azok itt is vannak. Atyám, köszönöm neked ezt a fantasztikus időt, amit együtt tölthetünk. Ez, Atyám, már sokkal korábban ki lett hirdetve és ki lett jelentve, hogy ez a nap el fog következni. Tehát már jóval előtte tudtad, hogy engem a mennybe fogsz vinni, és tudtad azt, hogy ezek az emberek itt fognak ma este ülni ebben a gyülekezetben, mert ő történelem megváltoztató és világot megváltoztató emberek. Mert Isten ilyen emberekhez küld engem, és ez az előtere még annak, amit Isten cselekedni fog. Mert Isten azt mondta, hogy az előhírnökei lesznek azok, akik Isten barátai, akik először meghallják ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy én viszlek téged a világhoz, és milliókhoz fogtok beszélni. Szóval én mindannyiótokat barátaimnak tekintelek. Szóval, ha nem tudtad eddig, akkor ne csodálkozz, mert ő barátjának hív téged. Szóval, Atyám, köszönöm neked, és én személyesen köszönöm neked, Uram, hogy megbíztál bennem, a saját szívedet bíztad rám, az elmédet és a lelkedet, mert a szavak vagy életet, vagy halált tudnak eljuttatni valakibe. Az én szavaim életet fognak hozni. A menny arcát és az atya szívét fogják elhozni. Örökké valóságot fog elhozni, ami számodra is nyilvánvalóvá fog válni. És ma olyan dolgot hallasz meg, amit az egész világon sokan nem hallottak. Szóval már is olyan isteni kijelentésben volt részetek, hogy például a gyülekezetnek mivé kellene, hogy váljon, vagy minek kellene, hogy legyen. Hogy a trón termet kellene, hogy lemásolja. Hogy tele legyen szentséggel, és Isten iránti tisztelettel és szeretettel. De ez a szeretet mindig visszatér hozzád, és ő ezt meg is mutatja neked. És nagyon sok helyen meg fog jelenni. Én szó szerint sokszor látom Isten trónját megjelenni a szentélyben, tehát a gyülekezeti helyeken. És ő ül a trónon. Igazából az Úrnak a karját, ahol megpihenteti, vannak körülötte olyan teremtmények, amiket nem tudok egyszerűen még lerajzolni se, és képet nem tudom hitelesen visszaadni róluk. Négy fejük van, és amelyeknek négy fejük van, föltartják az Úrnak a karját, tehát amin pihen az Úrnak a karja, mint egy karosszék. És más teremtett lényeknek egy-egy fejük van, de hatalmas nagy feje van például annak, amelyiknek oroszlán feje van. És én el szoktam mondani az embereknek, hogy én nagyon szeretek felszaladni a lépcsőn, hogy lássam a papámat, az apucimat.
Because I'm like a child. És megkérdezik sokszor az emberek tőlem, hogy miért pont téged visz el az Úr, és azt mondom nekik, azért, mert én olyan vagyok, mint egy gyerek. You know, he doesn't take some wise theological professor. Tudod, ő nem egy nagyon bölcs, teológikus professzort választott ki, akit elvitte az Úr egyszer a mennybe, és 14 év után is még mindig azt az egy eseményt tanulmányozza és fogozza ki. Minden referencia könyvet átnéz, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy amit látott, az kézzel fogható és bizonyítható. Isten nem teszi ilyet. Ő olyanoknak jelenti ki magát, akik el tudják őt hittel fogadni, és nem kérdőjelezik meg folyton, hogy mi is történik velük. Mert ez szellemi dolog, és mi a mentális elménkkel ezt nem fogjuk soha felfogni. És ezért ő csak olyanokat választ ki, akik tudnak gyerekként gondolkodni, és úgy átélni a dolgokat. Mert milyen egy gyerek? Számukra minden izgalmas, ők nem kérdőjelezik meg, hogy ez most miért lebeg itt a levegőben, ez most miért olyan, miért amolyan, hanem rögtön szaladnak, hogy azonnal megosszák az élményüket az első emberrel. És én sem tartok vissza semmit, nem rejtek el semmit, ha valamit látok, elmondom neked. Ha nem érted, csak imádkozz érte, hogy az Úr kibontsa neked. Arra nekem nincs időm. Az alkalmaim nem arról szólnak, hogy elkezdjük kikutatni a valóságát, az igazságát, nem leckéket tartok. Ez az ő dicsőségének a sztoriai, a történetei. Tudjátok, olyan sokat hallottunk már, a világ mondja azt, hogy a fejünk megnő, megduzzad a sok tudástól. És persze a fejünknek terve kell, hogy legyen az igével, de nekünk ő rá van szükségünk. Kijelentésre van szükségünk. Szükségünk van megismerni az igét, de maga az ige önmagában nem tud csinálni semmit sem. Mert mit mond az ige? Hogy az ismerettel és a bölcsességgel együtt kapjunk megértést, értelmet. Tehát kijelentést. Mert tudod, sokan nem tudják, hogy mi a megismerés, de tudod, mi a megismerés igazából? Vagy mi ez az értelem, hogy eljutsz a megértésre? Az, hogy megismered a Szentet magát. Szóval, amit én hozok, az a megértés. A Szentnek megismerése. Mert a legfontosabb dolog az életedben, amit kaphatsz. Mert akkor aztán, hogyha már rendelkezel ismerettel és bölcsességgel, akkor az élővé válhat. Feléledheted, amikor ismered azt a szemét, aki azt megírta. Szóval fantasztikus időt fogunk eltölteni. Igazából nagyon áldott vagyok, hogy az Atya megbíz engem azzal, hogy az ő nevében szólhatok. De hadd mondjam el nektek, 30 éven keresztül arra tanított, hogy hogyan beszéljek a számmal. Nem mondhatok ki semmilyen negatív szót, egyszerűen meg van tiltva, hogy bármilyen negatív szót kimondjak a számon. Hogyha bemegyek egy olyan helységbe, ahol negatív szót kimondtak bármikor is, egyszerűen érzem a levegőben, még akkor is, hogyha órákkal azelőtt mondták ki azokat a negatív szavakat, de ott azon a helyen, ha elhangzott bármilyen negatív szó, egyszerűen érzem. Ott marad az atmoszférában. És elkezdem úgy érezni magam, mint hogyha elkezdenének ezek a negatív szavak összenyomni. Egyszerűen kinyomja, kiszuszakolja belőled az életet. Tudod, Isten sem nem negatív szavakat nem használ, sem nem negatív gondolatokat, mert a mennyben nem létezik negatív. Az egyik csodálatos dolog a mennyel kapcsolatosan, hogy soha nem hallasz csúnya szavakat. Engem úgy neveltek föl, hogy mindig azt tanították a szüleink, hogy ezek a világi szavak, ez mind bűn, és még azt sem tudtam, hogy kell leírni azokat a csúnya szavakat. Hogyha valaha is kimondtam valami csúnya szót, fogta az édesanyám is egy szappant rakott a számba, hogy azzal mossa ki a számat szó szerint. Vagy pedig ott várt a vesszővel, hogy elfenekeljen. Igazából mi olyan emberek voltunk, akik nagyon is hittünk a szentségben, a régi módi módszer szerint.
és ott volt mindig a vessző és a kis szappan. Szóval már 8 éves koromtól teljesen tökéletesen viselkedtem legalábbis otthon a szülők előtt, mert féltem attól, hogy állandóan kikapok, és a bátyáim voltak olyan rendesek, hogy hobbit csináltak abból, hogyha valami csúnyát mondtam, rögtön beárultak. A nyár végére a szilvafának semmi ága nem maradt már, mert annyi vesszőt kellett mindig leszedni a verésünkhöz. Anyám mondta, hogy menj te, és szedjél le egy ágat, és azzal foglak majd megverni, és a végén pedig voltak kis gumók. És sokszor a szilvafa megnőhetett 1,80 méter is, és sokszor a testvérem hozott egy ágat, vagy egy vesszőt, hogy majd azzal verjen el engem az anyám, és ez egy jó nagy ág volt. De az édesanyám, aki csak 1,25 méter, meg sem mondanátok, hogy ő az édesanyám, hiszen annyira kis picike kis asszonyka, de aztán ő kiviharzott, hogy majd ő behozza a saját veszőjét, amivel el fog verni. És legalább egy olyan középső méretű veszőt hozott be. És igazából egy nagy Volkswagen nagyméretű autónk volt, mert semmi nem tudott volna bennünket megtartani, hiszen olyan sokan voltunk a családban. Hiszen 15-en voltunk összesen, és az édesanyám ott ült az elején a kocsinak, és ott volt mögötte a vesző. És tudom, hogy szeme volt még hátul is, mert hátra se nézett, csak egyszerűen azt hallottuk, hogy csuk-csuk-csuk, és már vert is minket a vesszővel, mint Zorro. And she'd get the right one. És mindig a megfelelő embert ütötte valahogy, nem tudom, so, hogy. My mom's writing a book, by the way. Egyébként ír az édesanyám egy könyvet. About raising that many. I'm one of 15, by the way. I'm number 3. És arról ír tulajdonképpen, hogy mit jelent felnevelni 15 gyereket. Én vagyok a harmadik a családban a 15-ből. So all the humor my messages come from when I was grown up. Szóval minden humoros történetem az üzeneteimből. Abból származik, abból az időben, amikor felnőttem, és nagyon sok csodán mentünk keresztül. Az édesapám Istennek egy nagyon szent embere volt, és teljes szívéből szerette az Urat, és minden, ami benne volt, szerette az Urat. Nem volt sok nekünk, de mindenünk, ami volt, sokszor odaadta a rászorulóknak. Soha nem mentünk orvoshoz. Mindig imádkoztunk, hogy Jézus gyógyítson meg bennünket, és ha hiszitek, hanem mindig meg is gyógyított bennünket az Úr. És amikor szükségünk volt valamire, megkértük Jézust, és ő eljött. És én nem csak beszélek a hitről, én megéltem a hitet, mert muszáj volt megélni a hitet. Szóval pontosan tudom, mit jelent ez. Igazából profétai módon kellett élni, mert szükség volt rá. De tudod, mint ez a legizgalmasabb és legnagyobb kalandokkal teljes élet, amit valaha valaki is élhet. Mert állandóan figyelned kell arra, hogy a Isten szelleme mit mond neked. És abba kell hagynod, hogy a természetes szinten élsz, hanem egyszerűen vadmódon ki kell lépni, és szellemben kell járni. De ez egy nagyon izgalmas út, és semmire nem cserélném fel. Ezért vagyok az, aki vagyok. De azért is tudok gyerekként viselkedni ilyen idős koromban is, mert már 8 éves koromban igazából fel kellett, hogy nőjek. Mert annyira sok gyerek volt a családban még utánam, hogy nekem is segítenem kellett az ő nevelésükben. És aztán 1996-ban az Úr besétált szobámban is azt mondta, azt akarom, hogy viselkedj úgy, mint egy gyerek. És elkezdünk téged fölvinni a mennybe, és bemutatjuk neked az egész mennyországot, és persze nem mondtam nemet. És 96 óta folyamatosan visz engem az Úr, elragad. És igazából nincs elég időnk arra, hogy mindent megosszak veletek, hogy hogy is teszi ezt az Úr. Nagyon hasonlóan teszi az Úr, amikor elragad engem ahhoz, ahogy Jánost ragadta el annak idején a Jelenések könyvében. És hadd mondjam el még ehhez, hogy több ezer emberrel is megteszi. Tehát sokszor nevetek, amikor az emberek azt mondják, hogy úgy csak te vagy egyedül, akivel ez megtörténik. Nem, több ezer embert ragad el az Úr ugyanígy. És sokszor
emberek álmodnak a mennyről, és azt gondolják, hogy hát ők nem voltak elragadva a mennybe, ők csak álmodtak róla. De hagyd mondjam el, mikor elmondják a tapasztalataikat és az átéléseiket, megegyezik azzal, amit én láttam. Szóval te ott voltál akkor. Ott voltál szellemben, mi alatt aludtál. És sokan úgy gondolták, hogy ó, fantasztikus, csodálatos álmom volt, de igazából te ott voltál, ott jártál a mennyben. És bíznod kell ebben, amit láttál. Mert sokszor az emberek elképzelnek például dolgokat, és leírják, hogy milyen dolgokat láttak, és teljesen egyezik azzal, amit én is láttam, és azt mondom neki, hát te ott voltál. És ebben az időben ez egy olyan időszak, amikor nem csak egyéneket fog elragadni az Úr, hogy megmutassa a mennyet nekik, hanem egyszerre közösségeket is. Mert lenne csodálatos, hogyha mindannyi jótokat egyszerre az Úr elragadna a mennybe, aztán visszajönnénk és egymással megbeszélnénk, hogy ki mit látott. És Uram, mi akarjuk, hogy ez a gyülekezet, aminek a neve The Promise, az egyik ilyen gyülekezet lesz. Szóval nagyon izgalmas számomra, hogy itt lehetek. Szóval ma reggel a mennyről szeretnék nektek beszélni. Ma este szeretnénk majd felbuzdítani mindenkinek a szellemét, és aztán imádkozni értetek, és a kenetet rátok árasztani. Mert Isten most pont ezt akarja tenni az ő testével. Fölkészít téged arra, hogy mennyei invázió történjen, és az egész világon, hogy meglássák az ő dicsőségét. Az ő terve az, hogy szó szerint az egész világon megmutassa a mennyet az embereknek, és felszabadítsa ezt az új ismeretet nekünk. Minél jobban átadod ezeket a dolgokat, annál többet kapsz. Szóval ma este ezt fogjuk tenni. Isten ígéreteit fogom megosztani az ígéret gyülekezetének. Még rímelt is. Szóval igazából ezért is vagyok itt ma, és most nagyon sokat fogunk tanulni a mennyről, hiszen ezért vagyok itt igazából, hogy erről beszélünk, és akarjátok ezt hallani, ugye? És igazából nem elég itt már ki bennünket, hogy csak annyit mondjunk, hogy gyönyörű szép virágok vannak, nagyon jó illat, és olyan jó békesség van, és ennyi. Mert én szó szerint kastélyokon mentem keresztül, és azt mondják az emberek, hogy ó, valami víziód vagy látomásod volt, nem? És azt mondom, nem. Úgy, ahogy ezen a földön most itt járok előttetek, ugyanígy jártam ott, megkóstoltam az ételeket, megszagoltam a virágokat, elmentem abba a raktárházba, ahol a testrészeket tartják nyilván, nem szeretek igazából oda menni, mert nem szeretek testrészeket látni, amint ott függenek. Még a mennyben sem szeretem. De a jó hír az, hogy hamarosan ki lesz ürítve ez a raktár, és nem tudom, hogy tudod-e, mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy eljön az idő, mikor nem lesz olyan hívő ember itt a Földön, aki beteg lenne. Mert ha már nem lesz testrész, ami ott lenne a mennyei raktárban, az azt jelenti, hogy nem lesz több beteg ember. And at the height of this outpouring, which is going to last years, by the way. És itt most egy olyan kiáradás indul el, ami egyébként több éven keresztül fog tartani. Mert ő nem csak két évig fogja megmutatni magát, és akkor utána eltűnik és kész. De az ördögnek több százezer éve volt arra, hogy megmutassa az ő egóját és a csúnyaságát. And how he can control people. És hogy hogyan kontrollált embereket. Isten el fog jönni, és az ő idejét arra fogja most szánni, hogy megmutassa az ő gyermekeit az egész világnak, és dicsekedjen az ő gyermekeivel, hogy mennyire telve vannak az ő dicsőségével. And that's the other thing that he didn't just ask me to share about it, I want to share about it. És nem csak, hogy megkért engem arra, hogy megosszam ezeket a dolgokat, én meg is akarom osztani ezeket a dolgokat veletek. Mert ez az egész életet függ ettől. Mert nem azért megyünk a mennybe, hogy csak így megszabaduljunk a földi életünktől, hanem igazából az az igazi életünk.
A minden napunknak is már a menny része kell, hogy legyen, hiszen mindannyian mennyei állampolgárok vagyunk, nem igaz? Erről már tudnotok kellene, nem? Mert kell, hogy Isten szerinti találkozásokban legyen részünk nap, mint nap. Mert hogyha őt követjük, és az ő igéje, ami bensünkben van, és szeretjük őt, és szeretjük az embereket, akkor fontos az, hogy őt kövessük ilyen téren is, de fontos az, hogy az ige bennünk legyen, hogy az ellenség ne tudjon becsapni bennünket mindenféle látásokkal. Szóval sokat fogtok hallani a mennyei invázióról, mert jön a nagy ébredés, és erről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy jön a késői eső. Hívhatjuk ezt bárminek, ők a mennyben ők ezt úgy hívják, hogy mennyei invázió. Mert igazából nem tudsz te egy olyan helyen lakozni, vagy nem tudod a lábodat megvetni addig, amíg nem történik invázió. És Isten jön, nem csak úgy, hogy csak a megváltód legyen, hanem eljön úgy, hogy a királyod is legyen. És azt mondta, hogy mielőtt leülnék a trónra Jeruzsálemben, először trónt készítek az enyéim szívében. És az ő szívükből fogok uralkodni. És erről szól minden. Hogy azok a hívők, akik felkészítik magukat, akik éheznek rá, olyan szintjeit fogják megtapasztalni Isten dicsőségének, amit el se tudnak képzelni, de csak az éhesek kapják ezt meg. Számodra olyan erő lesz elérhető, ami korlátok nélküli. És Isten ezt megadja neked. Ugyanazt az erőt, ami Krisztust is feltámasztotta a halálból, és ez az erő már benned van. Ez ott van, mindig is ott volt. Amikor hívő keresztény emberré váltál, az 1 János 2.28-ban megvan írva, amikor te befogadtad őt, akkor befogadtad azt a kenetet is, aki ott marad benned és benned él, és nem kell, hogy csak ott csücsüljön benned, és ne csináljon semmit benned. És az egyik oka, hogy ő elküldött pásztorokat, apostolokat, prófétákat és tanítókat, hogy kiképezzenek téged, hogy a szolgálat munkáját végezhess. Szóval ma este kiképezve lesztek, és én nem csak, hogy kiképezlek titeket itt ma este, hanem arra is vezetni foglak titeket, hogy meg is tegyétek ezt, és cselekvői legyetek ezeknek a dolgoknak. Szóval az emberek azt mondják, hogy mikor fog ez elkezdődni, ez már el is kezdődött, mert most vagytok éppen képzés alatt, ez folyamatosan történik. És most vagyunk ebben az időben, ebben olyan időkben élünk most per pillanat, amikor már nem csak ott fogunk ülni a helyünkön, hanem aktiválva leszünk, és Isten dicsőségét mindenütt, ahova csak megyünk, ott kibocsátjuk magunkból, és amikor jönnek a hullámai Isten dicsőségének a mennyből, ez amikor betört téged, egyszerűen kiégeti a világnak a dolgait belőled, és tudod, hogy minek nevezhetjük ezt? A tűzbe való bemerítkezést, amikor teljes szenvedély lesz a szívedben, és szeretet. És dicsőség Istennek, ő tesz valamit, mert mi magunk soha nem tudnánk eljutni a teljes egységre és teljes harmóniára a testben. Természet fölötti cselekedetre van szükség Isten részéről, hogy ez megtörténjen. És Isten ezt meg is teszi, hiszen ezt mondja a Joel 2.28 is, hogy az időknek végén kitöltöm szellememet minden testre, és a nem hívők sem fognak úgymond kibúvót találni ez alól, mert akár milyen messzire is menjen el, de az ő dicsősége minden egyes testre ki fog töltetni. Legborzasztóbb és legbűnösebb helyre is el fog menni, és meg fog téged találni, eltalál téged. Az összes családtagod, akik éveken keresztül imádkozol értük, és éveken keresztül menekülnek az Úrtól, el fogja őket is találni, ne aggódj! Megtalálja őket.
És egyszerűen azt mondja az Úr, akárhányszor megyek, azt mondja nekem, mondd el nekik, jövök hamar. És amikor erről beszél, hogy jövök hamar, akkor nem a fizikai visszajöveteléről beszél az Úr, hanem erről. És az emberek mondják, hogy ó, 2012-ben visszajön Jézus, ó, jön vissza Jézus, és ez fog történni. Igen, vissza fog jönni az Úr, nem feltétlenül 2012-ben, de amikor elvárás van bennünk, hogy várjuk azt, hogy ő igenis jöjjön, ez egy nagyon jó dolog. De most nem arról beszélek, hogy az, ez nem az elragadtatásról szól, és nem a nagy nyomorúságról, mert hogyha most történne az elragadtatás, igazából szégyenkezhetnénk. Teljesen elszégyelnénk magunkat, ha most történne. Mert igazából itt vagyunk, és nagyon sokan fél lábbal a világban vagyunk, és nem sokat tudunk neki nyújtani. Én nem szeretném, hogy így jöjjön el Krisztus testéért az Úr. And he doesn't want to come now, not for that. És most ő sem akar így eljönni ezért a mennyasszonyért, aki még ilyen állapotban van. Szóval, és akkor azt mondják az emberek, tehát akkor évek telnek még el, és ő nem fog jönni. Nem, az kell, hogy legyen benned elvárás, hogy ő igenis jön, ő jön. De hogy jön, és miért jön? Hogy a te szívedbe foglaljon trónt, és ott üljön. Azért jön el, hogy elhozza azt a dicsőséget, azt a szenvedét, és azt a szeretetet a szívedbe, hogy betöltsön téged, és bemerítsen téged tűzbe, és ezt tudni fogod, amikor ő tűzbe keresztel téged. És én még most is emlékszem, 98. április 18-án bemerített engem a tűz keresztségbe az Úr. És azt soha nem felejtem el ezt a dátumot. Ez ugyanúgy, mint ahogy tudod, hogy mikor merítettek be téged a vízbe, azt is tudod, hogy mikor merítettek be a tűzbe. Mert kiéged belőled minden vágyat a világ felé, mindent, amit az ellenség megkörnyékez téged ilyen dolgokkal, kísértések. És a szívedben, hogyha vannak olyan dolgok, amiket láttál valaha is, amiket nem kellett volna, hogy lássál, vagy nem kellett volna, hogy ott legyenek benned, még akkor is, hogyha véletlenszerűen történt, ez kiégeti belőled. Még azt is meg tudja tenni, hogy a múltbeli emlékeket teljesen ki tudja törölni az emlékeiből. És ezt meg tudja tenni, kiégeti belőled. És ez olyan, mint hogyha benyomnád a delete gombot, teljesen kitörlődik onnan, és nincs szemetes kuka, ahonnan visszahívhatod. Why do you think the people in the upper room who up until Szerintetek, they went up there were hiding? Mit csináltak ott a felházban a tanítványok, akik rejtőztek igazából, rejtőztek, amikor Jézus megfeszítették? And they said, go up there and wait. És azt mondta nekik az Úr, hogy menjetek föl oda, és várjatok. Igazából abból, hogy ott rejtőztek, és várakoztak, amikor bemerítkeztek a tűzben, akkor kimentek bátran. Isten igét hirdették. Miért? Csak azért, mert bemerítkeztek a tűzbe. Szóval a kései eső ott történt a felházban, amikor megtörtént a Szent Szellemmel való bemerítkezésük, vagy keresztségük. És igazából nem csak Szent Szellemmel való bemerítkezésről beszélünk, hanem tűzben való bemerítkezésről is, hiszen tűzlángok jelentek meg a fejük fölött. És pontosan ez jön nekünk is. A tűzbe való bemerítkezés, vagy keresztség. A mi Istenünk megemésztő tűz, és ami ő benne van, az egy szó szerinti tűz. Ez az a szenvedély, ami eljuttatta Jézus Krisztust a keresztre. És ez az, ami jön. Amikor kiáltasz, hogy jöjjön a tűz, akkor tűz jön. És megváltoztat téged. Megváltoztatta őket is, és többé nem rejtőzködtek, hanem kimentek az utcákra, és 3000 ember egy nap alatt megtért. Ahelyett, hogy futkosnál az emberek elől, egyszerűen te mész hozzájuk.
Mert onnantól kezdve nem fog érdekelni, hogy mit mondanak rólad, mit gondolnak rólad. Szóval én nem azért vagyok ilyen, mert ilyen a természete, hanem azért vagyok ilyen, mert bemerítkeztem a tűzbe. És úgy kezdődött az egész 8 évvel ezelőtt, hogy egy olyan éhség jött a szívembe, mikor megláttam az egyik ismerősemet, hogy betöltötte őt az Úr a tűzben. És azt mondtam neki, mi történt veled? Eddig is szerette Istent, és szolgálta Istent, de amikor bejött ezután, egyszerűen ragyogott a tekintete, és semmi nem érhetett hozzá. Olyan betegség sújtotta a testét, hogy meg kellett volna szó szerint, hogy halljon, és csak lerázta magáról, és ment tovább. Nem hatott rá semmi, elképesztő volt. És azt mondta, mi történt veled, ezt én is akarom. És mondta, bemerítkeztem a tűzbe. És azt mondja az ige, az, aki utánam jön, nem csak Szent Szellemmel fog megkeresztelni, hanem ott van az, hogy és, Szent Szellemmel és tűzzel. És ez két különböző bemerítkezés vagy keresztség. Vannak, akik egyszerre kapják meg a Szent Szellem keresztségét és a tűz keresztséget, mint ahogy a tanítványok is. És igazából, ez megtörténhet még a baptista barátaiddal is. Ha te baptista vagy, szeretlek. De kell, hogy te is megkapd ezt, olyan sok lelket vezettetek a mennybe, ott tele van a menny olyan emberekkel, akik rajtatok keresztül tértek meg. És az Úr nagyon szereti a baptistákat. De amikor megkapják a Szent Szellemet, csak figyeljetek! Mert amikor ez eljön a mennyből, meg fogod kapni, akár tetszik, akár nem, hiába vitatkozol vele, ez jönni fog. Meg fogják kapni, mert szeretik Isten, szolgálják őt. Betölti őket az Úr tűzzel, akkor teljesen megváltoznak, és egyszerűen lángra lobbannak. És még néhányan bennünket is megszégyenítenek. Mert mindazok, akik ott vannak a 24-vén, mikor leborulnak az Úr előtt, amikor a tűz bemerít téged, pontosan veled is ugyanez fog történni, egyszerűen csak leborulsz mindig az Úr előtt. És Isten ismerete jut el minden egyes személyhez. És ekkor fog eljönni az aratás ideje. Tudod, igazából még nem is igazából kezdődött el itt a Földön, mert én már láttam ezt, amikor meg fog történni, hogy az milyen lesz, tehát hadd mondjam el, itt még el sem kezdődött szinte. Több millió ki fognak szaladni az utcákra, és kiáltani fognak Istenhez, meg akarják őt ismerni, megragadnak téged, és kérdeznek, hogy ismerhetem meg Jézust? A jó hír az, hogy mi vagyunk az elsők, akik benne lehetünk ebben. És tudjátok, ez mindig hullámokban jön el, és az első hullámát mi vagyunk, akik megkapjuk. Ez, mint a hullámok, amikor jön az óceánnak a nagy hullámai. Mert nekünk kell megváltoznunk. Így, ahogy most ebben az állapotban, amiben vagyunk, az aratást nem tudjuk behajtani, vagy learatni. Nem tudjuk megcsinálni. Szóval mi fogjuk megkapni az első hullámot. Köszönjük, Jézus! És az emberek azt fogják kérdezni tőled, mi történt veled? Az ige azt mondja, még az éjszaka is világos lesz körülötted. Ez a dicsőség, ami az embereken meg fog jelenni. És tudod, kicsit mulatságos, de hogyha az Úr mond valami ilyesmit, én azt akarom. És teljesen komolyan is gondoltam, én kimentem éjszakánként a fürdőszobába, úgyhogy lekapcsoltam a villanyt. Otthon voltam, és vártam, hogy mikor lesz világosság körülöttem, tehát mikor fogok én fényleni a sötétségben. Néztem, hogy hol van, én azt akarom, hát ezt írja az ige. És akarok olyan dicsőséget kapni a mennyből, hogy ezt a szobát megvilágítsa. És igazából egy ízelítőt adott nekem ebből az Úr, nagyon mulatságos volt az egész helyzet. Sajnos nem maradt meg rajtam, de... Sokáig egy időben csináltam ezt szinte minden este, de aztán több év eltelt, úgyhogy nem foglalkoztam ezzel egyáltalán.
És aztán az egyik este nem működött a világítás az otthonunkban, és nem volt semmi fényforrásunk, és éppen ott voltam, és a sötétben hirtelen láttam egy kis világosságot magam körül, és néztem körbe, hogy honnan jön ez a fény. Aztán néztem, de hát sehol nem láttam. És aztán kerestem egy olyan tükröt, csak tapogatóztam a fürdőszobába, hogy találjak egy tükröt, és amikor belenéztem a tükörbe, láttam, hogy a fejem mögül jön a fény. Szóval ott a sötétben megtaláltam a tükröt, így tapogatoztam, és láttam, hogy belőlem jön a fény, és olyan voltam, mint egy kisgyerek, annyira izgatott voltam, és annyira örültem neki. Sajnos nem tudom nektek megmutatni, mert nem maradt meg sajnos rajtam. De Isten megerősítette bennem, hogy az ő igéje és az ő ígéretei igazak. Szóval én nekem teljes elvárásaim vannak, hogy akik most itt ezen a földön élnek, igenis meg tudjuk tapasztalni azt, hogy teljes sötétségre jutunk, és teljes világosság lesz körülötted, mert te magad fogsz fényleni szó szerint. Mert az ígérete igazak.